Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Szombathely Magközéleti magazin műsorunk. Péntek van, ahogy azt megszokhatták ilyenkor, az egyik fő műsorelemünk a péntektől péntekig, polgármesteri interjú. Előtte és utána pedig élő beszélgetés itt a stúdióban. Az első témánk hoz egy picit visszamegyünk az időbe, a századforduló, mármint a 19-20. Századfordulójára, amikor Szombathely városképe egy picit átalakult, és ebben nagyon komoly építészek vettek részt, hogy kik és miért és hogyan, ezt fogjuk megtudni hamarosan, aztán a műsor második felében pedig arról a szombathelyi ülésről beszélünk, amit a főedzői kollégium üléséről, amelynek egyik témája az integrált területi programmal volt kapcsolatos. Mi mindenről beszélgettek még, ezt majd Balázsik Péter jegyzőtől, Vasmegyei önkormányzati jegyzőjétől tudjuk meg, rögtön kezdünk. Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején vagyunk, és Rauscher Miksa nevét talán nem kell bemutatnom, vagy az ő munkásságát, mindenki tudja, hogy az ő nevéhez fűződik az a városkép, amit láthatunk ma, illetve a 20. század nagy részében Szombathelyen, de nem csak ő dolgozott ebben az időszakban, több olyan építészt is érdemes megemlítenünk, akik formálták, hozzátettek valamit Szombathely városképéhez, és hogy miért volt ekkor ennyire fontos ez az építkezés, ezt meg fogjuk tudni mindjárt. Meleg a Miklós a vendégem, a Vasmegyei Levéltár megbízott igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, a 20. századot megelőző időszakban kialakult az a helyzet, hogy ott a század végén, század elején hirtelen elkezdtek építkezni Szombathelyen. Mi volt ennek a hátterében, hogy hirtelen a városképét át kellett alakítani, illetve kialakult egy terv, mi volt a koncepció? Szombathelynek ez a viharos fejlődése az 1860-as, 70-es évektől erre az időszakra megy vissza, tehát azok az alapok voltak, azok, amik megindították azt a robbanásszerű fejlődést, ami igaziból a századfordulón, tehát a 90-es években kulminált. Ez az ország történetében is egy példátlan gazdasági növekedésnek az időszaka volt. Ez csapódott le Szombathelyen is, talán egy kicsit még dinamikusabb módon, mint más városokban, mert hogy Szombathely ekkor valóban az aranykorát élte, és más magyar városokhoz képest is kimagasló fejlődést produkált. A nagy népesség növekedés azzal járt, hogy a város elkezdett szétterülni, tehát újabb és újabb utcákat, városrészeket nyitottak, és természetesen lakóházakra, lakóépületekre volt szükség, illetve középületekre. Mi hiányzott ebben az időszakban? Lakóépületek, értem, tehát nőtt a népesség száma, még mielőtt konkrét építészeket mondunk. Mi hiányzott akkor, hogy igazi város legyen? Milyen középületeket kellett megépíteni? Hát ezek a középületek, ezek azzal együtt születtek meg, hogy Szombathelynek, ahogy nőtt a potenciálja, és nőttek a központi szerepkörei, ide helyeztek bizonyos intézményeket, tehát itt meg kell említeni akár a laktanyai épületeket is, ami rendkívül komoly potenciál növekedés jelentett a városnak. Aztán pénzügyi igazgatósági épületet építettek, törvényszéki palotát építettek, a MÁV-nak az üzletvezetőségi központját, ami a Nyugat-Dunántúlon egy nagyon komoly potenciálnak számított. Tehát ezek voltak azok az épületek, és emellett természetesen színház, takarékpénztári épületek, tehát olyan jellegű, ami nem állami beruházás, hanem az akkori kulturális igények, illetve a gazdaság szereplői hozták létre ezeket. Konkrét személyekhez köthetjük ezeket az épületeket. Rauscher Miksát említettem. Azért is aktuális a beszélgetésünk, mert az ő születésének 165. évfordulója alkalmából nem olyan régen egy konferenciát szerveztek itt Szombathelyen. Nagyon röviden beszéljünk Rauscher munkásságáról, mert aztán vannak itt még olyan építészek, akik meghatározók a korszakban, és különben is Rauscherről hallhattunk már az elmúlt héten is itt nálunk. Tehát röviden ő nevéhez mi kötődik, és akkor lássuk a többieket. Ő valóban egy nagy hatású építész volt, és elég hosszú időszakra terjedt ki az ő hatása. Az 1880-as évektől lényegében haláláig, a 30-as évekig, tehát egy hosszú, nagyon sok évtizeden keresztül formálta a városképet az ő képzelő ereje. Ő műépítész volt, ez azt jelenti, hogy csak tervezési munkákat vállalt, tehát ő neki nem volt kivitelező vállalkozója, mások valósították meg az ő terveit. Elsősorban historizáló épületeket tervezett, de a szecesszióval is kísérletezett. Itt a
az épületei közül a most felújított Mikos házat, a Megyeháza mellett, amit megemlíthetünk, vagy a főtéren biztos mindenki ismeri a Kígyó gyógyszertárnak a patikai épületét, egy gyönyörű épület, vagy a Premontrei rendházat, a Premontrei gimnáziumot, tehát gyönyörű villákat a mai Gagarin utcában, a saját villáját is, amit sajnos lebombáztak, tehát ma már nem látható, úgyhogy valóban egy igen nagy hatású. Az óvodai épülete is, ugye? Igen, a Mesevár óvoda. Meg ott még egy-két villa épület. Szemünk elé idézzük ezeket a képeket, akkor pontosan képet kapunk az ő munkásságáról és azokról a jellegzetességekről, amiket ő csinált. No, beszéljünk Brenner Jánosról, az ő neve is ismerősen cseng Vas megyében Szombathelyen. Melyik Brenner Jánosról van szó? Itt sorrendben az ötödik, aki ebben a korszakban tevékenykedett, ugye itt egy építész dinasztiáról beszélhetünk. Őről annyit kellene tudni, hogy az aktivitása, a fő alkotó időszak az 1880-90-es évekre esett, Bécsben és Münchenben végzett, tehát az ottani építészeti iskolának az eredményeit honosította meg itt Szombathelyen is. Letisztult, klasszicizáló jellegű épületeket hagyott ránk. Ezek közül jelentősebbek, amiket így megemlíthetnénk, a Szélkámán utcának a kiindulási pontjánál. Éppen látunk most egy képet róla, bocsánat, csak a kedves nézőknek mondom, a Brenner János építész, építőmester. Igen, és az iparengedélyét. Tehát a Szélkán utca kiindulási pontjánál a Szélkán utca 1-es és 3-as számú épületek fűződnek az ő nevéhez, vagy az Zrínyi utcában nagyon sok iskolaépület, a mai iskolákat mondom, a mai Zrínyi iskola, a mai Horváth Boldizsár szakközépiskolának az épülete és az ő munkája, de itt vannak olyan családi házak is, többek között az ő családi háza is itt volt, és közvetlenül mellette a testvérének, Brenner Tóbiásnak a családi háza is. Ezek is az ő nevéhez fűződnek, vagy érdekes módon a mostanáig ugye püspöki iskolaként, Brenner János általános iskola és gimnáziumként emlegetett Petőfi utcai épület is az ő alkotása. Egyébként egy nagy téglagyára is volt, és a város leggazdagabb polgára volt, tehát hihetetlen, a korabeli körülmények között hihetetlen nagyságrendű volt az a vagyon, amit ő neki részben az ősökre is, az ősök felhalmozott vagyonára tekintettel sikerült. A kedves nézők, a képen most a MÁV üzletvezetőség székházát láttak egy pillanatra, ez kinek a nevéhez köthető? Ez már a másik építész, ez Velder Alajos, aki ugyancsak nagyjából ebben a 80-as, 90-es években volt a pályája csúcsán. Ő Budapestről települt ide, őt a szíve tartotta Szombathelyen tulajdonképpen, mert a kiváló magyar építész Hausmann Alajos hozta ide, hogy a városházának az építés vezetője legyen, és itt Szombathelyen megismerkedett egy bizonyos Baumann Anna nevezetű hölgyel, aki egy ünnepelt szépsége volt az akkori Szombathelynek, és ez egy olyan szerelem lett, hogy ő végül is nem költözött vissza a fővárosba, mert a felesége nem akarta elhagyni Szombathelyet, és itt letelepedett, úgyhogy ennek az eredménye az, hogy ez a tehetséges építész, aki valószínű, hogy különben a fővárosban maradt volna, itt tette le a kézjegyét, és hát ezen kívül még a Szélkán utcában nagyon szép épületei vannak, a múzeumparkkal átellenben egy pár éve felújították egy saroképület, ez a ilyen sárga színű homlokzati festése van, és vele átellenben a másik oldalon, tehát a Veselényi és a Szélkán utca sarkán egy barna színű épület, ezek is az ő munkáját dicsérik. Még beszélünk egy alkotóról, de előtte hadd kérdezzem meg, hogy amikor ezek az építészek építették, tervezték a saját épületeiket, egy meghatározott koncepciónak kellett megfelelniük, vagy tulajdonképpen szabad kezet kaptak, és az ő munkásságuk, ami valószínűleg bizonyos fokon eltérhet egymástól, különböző stílusirányzatokat említett a német, illetve a bécsi tanulmányat, aztán akkor a szecessziós hatást, hogy ezeket szabadon kezelhették, vagy volt azért egy koncepció, kialakítottak közösen, vagy nem tudom kicsoda, hogy nagyjából ilyen képet akarnak Szombathelynek. Hogy kell lesz nekünk ma értelmeznünk, és mit kell mondanunk? Ez már egy másik kérdés, de talán ide kapcsolódik, hogy a mai szemmel egységes Szombathely képe? Érdekes ez a kérdés. Az építészeknek nyilván volt egy saját ízlésvilága, de nagyon fontos volt a megrendelőnek az igénye. Rauscher Miksánál tudjuk például konkrétan, hogy bizonyos mintakönyveket, mert akkorban szokásban volt, hogy fényképes vagy rajzos mintakönyveket tettek oda a megrendelők elé, és a megrendelő ráböghetett, hogy neki melyik homlokzat tetszik. Tehát nyilván ők igyekeztek ezt figyelembe venni. Ettől függetlenül alapvetően biztos, hogy volt bennük annyi szakmai alázat meg szakmai hozzáértés is, hogy nyilván ízléstelen épületet azért nem valósítottak volna meg. Tehát a megfelelő arányokat,
hogy ezek azért szép, ízléses homlokzatok legyenek, ezt hozzátették, de hát figyelemmel a megrendelő igényeire. És hát még egy érdekes dolog, hogy a városnak az akkori főmérnöke, Bodányi Ödön, ő például valamilyen oknál fogva zsigerileg ki nem állhatta a szecessziót, tehát szinte üldözte azokat a terveket, amikor valahol, mert ugye építés engedélyeztetés során ezek a tervek bekerültek a városházára, és igyekezett elérni, hogy szecessziós épületek lehetőleg ne valósuljanak meg Szombathelyen, kevés is maradt belőle. Nagyon rövid időnk van, de akkor egy mondatot tényleg Szabovics Lajosról, akiről egyébként is nagyon keveset tudunk, de mi az, amit az ő munkásában, Gábor, tudnunk kell, ismerünk, és fontos volt? Ő mindössze 10 évig tevékenykedett Szombathelyen, tehát elég rövid idő állt rendelkezésre. Bocsás, Szabovics Otto. Igen, Lajos mondtam, Otto. Igen, Szabovics Otto. Tehát a kortársaihoz képest körülbelül fele annyi idő, egy évtizedet dolgozott, csak a Szélkámán utcában két komoly épület, a 7-es és a 9-es számú, ami az ő nevéhez fűződik, illetve amit remélhetően sokan ismernek Szombathelyen, a Perint partján van egy kis patikai épület, ez a bizonyos Őrangyal patika, ez egy jellegzetes kis, igen, ez az épület, ez az ő alkotása, és hát ahhoz képest, hogy igen jelentős volt a tevékenysége és a városképet meghatározó épületeket tett le az asztalra, ahhoz képest sajnos a nevét nem nagyon ismerik Szombathelyen. Beszélgethetnénk még nagyon sokat erről a témáról, de köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőknek meg ajánlom, most tényleg nyitott szemmel járjunk a városba, érdekes épületekre lehetünk figyelmesek, és most már tudjuk azt is, hogy kihez köthessük. Köszönjük szépen még egyszer. Én is köszönöm. Kedves nézőink, megyünk tovább, következik a péntektől péntekig a polgármesteri interjú. Köszöntöm a kedves nézőket, önök a péntektől péntekig című polgármesteri interjút látják. Állandó házigazdánkat, dr. Puskás Tivadart, Szombathely megyei jogváros polgármesterét köszöntöm. Üdvözlöm a nézőket. Ha már köszöntésről van, polgármester úr, szó, akkor engedje meg nekem, hogy egy múlt heti programra térjünk vissza, hiszen a nemzet színésze, a 80 esztendős Törőcsik Marit köszönthette polgármester úr is a moziban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy élmény lehetett. 4x20 éves volt Törőcsik Mari, illetve hétfőn volt igazából a születésnapja, tehát november 23-án született, egy nappal később, mint annak idején Ady Endre született. Törőcsik Mari, a nemzet színésze, csodálatos hölgy, akinek volt módom adni Sárgyon Rózsát ennek nagyszerű alkalomból, és hát megköszönte is, és azt mondta, hogy jaj, hát honnan tudja, hogy a sárga rózsa a kedvencem? Hát leskelődtünk. Álljunk neki akkor ennek a hétnek, az aktuális hétnek még hozzá. Kezdjük a hétfői napot egy helyszíni sajtótájékoztatóval, mely a hajléktalan ellátással kapcsolatos. Szombathelyen a szociális ellátás jó színvonalú, és a téli felkészülés idején nyilvánvalóan a hajléktalanokra is gondolni kell, a szociális ellátás ilyenfajta dolgára is, szezonális dolgára is gondolni kell. Minden esztendőben ezt megtesszük, így az idei esztendőben is, hogy ilyenkor a tél elején megnézzük, hogy mi a helyzet ezen a téren, milyen lehetőségeket, milyen ellátási lehetőségeket nyújt a szociális rendszer, illetve a szociális hálózat, úgyhogy Szombathely senkinek nem engedi el a kezét. Ha végképp valaki nem akarja igénybe venni a helyhez kötött ellátásokat, akkor az utcai ellátás az, amin aztán segít ilyenkor az embereken. A keddi napból ösztöndíjak átadását kérem, hogy emeljük ki. A PECS Gyula által alapított ösztöndíjról beszélünk. Ugye példaképek kellenek mindannyiunknak, és Petsz Gyula mérnök egy olyan példakép volt, aki szegény sorsú emberből küzdötte föl magát, végül aztán az építész értelmiség egyik nagyon megbecsült tagjának, és a vagyonának hagyatékából pedig rászoruló sorsú, tehát anyagilag nehezebb helyzetben lévő ifjakat segít. A hagyaték ugye 2005-ben, illetve az ösztöndíj 2005-ben kezdett működni,
és a hagyaték szerint 10 általános és 10 középiskolás korú gyerek kap évente 62.500 forintot. A forrás egyébként a Pécs ösztöndi, illetve Szombathely megyei jogú város által biztosított összeg. A szerdai nap kiderült, hogy negyed órával gyorsabban érhetünk vonattal immár Budapestre. A Hegyeshalom Csorna Porpác vonalnak a villamosítása fejeződött be. Ez azt jelenti, hogy az Intercity, amely Szombathelyről Csorna irányába megy Budapestre, 10 perccel rövidebb menetidővel rendelkezik ezután, hiszen a csornai átszállásnál nem kell mozdon cserélni, mert ugye eddig a Csorna Szombathely közötti szakaszon dízelhajtású mozdony volt. Még ugyanezen a napon, tehát szerdán, diák olimpikonokat jutalmazott polgármester úr. Régóta szokás a városban, hogy a diák olimpián résztvevő helyezettek, külön elismerésben részesíti a város. Most 180 fiatal kapott ilyen elismerést, ugyanis 180-an vannak azok, akik a diákolimpia első, második, harmadik helyezését érték el az országos versenyen. A Szent Márton év programjai már elindultak, ennek kapcsán egy könyv bemutatóra is sor került szerdán. Alain Pastornak, egy monakói szerzőnek a művét, könyvecskéjét adta ki a Szülőföld kiadó. Azért is érdekes ez a könyv, hiszen Szent Márton életéről igen sok könyv íródott már. A történet is érdekes, ahogy ez eljutott a magyar olvasók elé, hiszen Tóth Ferenc professzor úr valamikor 2013-ban egy színházi előadás keretében hallotta ezt az Alain Pastor művet, és hát ez azt jelenti, hogy levelek felolvasásából áll a mű, Szent Márton élete levelek szövegében jelenik meg, úgyhogy egy sajátos dramaturgiai és sajátos regénybéli megoldása az idő különböző síkjaiban áll össze a Szent Márton életének egy-egy epizódja. Szombathely a duális képzésben elöljáró település, a STIL tanműhely átadó ünnepségére került sor csütörtökön, azt gondolom ennek is örülnünk kell. Kezdjük a történetet azért ott, hogy tavalyi esztendőben, mint egy 10 évnyi, hogy mondjam ezt szépen, szóval 10 éves felszámolás alatt lévő tevékenység után, a magyar kormány az önkormányzat segítségével és közbenjárásával biztosította azt az összeget, amelyből, hát úgy mondják, azt hiszem kiváltottuk a felszámolásból az üzemet. Ezzel 600 ember munkahelyét mentettük meg, és megmentettük azt a munkakultúrát, amit a STIL képviselt, meg képvisel azóta is. Tehát ha egyszer biztonságban helyeződött a gyár, és a felszámolás alól kijött, akkor nyilván fejlesztési lehetőségei is vannak. Tehát ez ennek a háttere, és ez ennek a lényege. Na most a fejlesztési lehetőségek közül az egyik az, hogy új szakembereket is kell képezni, és az új szakemberek képzéséhez pedig oktatótermet, műhelyt kell berendezni. Eddig is volt itt Szombathelyen az Oladi iskola égisze alatt egy nagyon jól felszerelt, de mostoha körülmények között lévő műhely. Na most ennek a nagyszerű felszerelt műhelynek az eszközeit sikerült a STIL területén lévő oktatóterembe átvinni. Arról is szó volt, hogy próbáljunk meg kialakítani itt Szombathelyen egy könnyűipari centrumot. Ha már egyszer a Nyugatpannon járműipari centrum kialakult, és az jól funkcionál és jól működik, akkor fogjunk össze,
fogjanak össze azok a vállalatok, amelyek a könnyűiparral foglalkoznak, és alakítsanak ki egy könnyűipari központot. Mit kell tudnunk a Maháza avatójáról? Soltész Miklós államtitkár úr avatta ezt a házat. Ez 84 millió forint investícióból készült. Mellette van a Holnapháza, és a Holnapháza az autistáknak az ellátásával foglalkozik. Az autistáknak ad helyet és otthont. Az autisták ellátásában a következő lépés az, hogy hasznos munka lehetőségét biztosítsunk nekik. Na erre ad alkalmat és lehetőséget ez a feladatot épület. Arról beszéltem, hogy Soltész államtitkár úr nyitotta meg és vett részt az avatáson. Arról viszont nem beszéltem az előző alkalommal, vagy az előző hírben, hogy ott pedig Cseresznyés államtitkár úr volt, úgyhogy mondjuk 3 órán belül 2 államtitkár is avatott egy-egy dolgot Szombathelyen. Hát ez nagy dolog szerintem mindenképpen. Polgármester úr csütörtökön Zalaegerszegen járt a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén. Megyei Jogú Városok Szövetsége az egy nagyon fontos szövetség, hiszen ha végig gondoljuk, hogy ez a 23 város, ugye Budapestet kivesszük belőle. Ez a 23 város azért Magyarország népességének igen jelentős részét teszi ki. Magyarország GDP-nek előállításában igen jelentős mértékben jelentősen hozzájárul. Akkor vannak olyan speciális igényei ezeknek a megyei jogú városoknak, úgy a törvényhozásban, mint a törvények végrehajtásában, amiket bizony érdemes rendszeresen megtárgyalni. A fejlesztésekről szó volt. Ott is vannak olyan speciális igények, például kiviseli mondjuk az önrész terhet, és milyen mértékben a különböző pályázatoknál. Tehát ezek mind olyan speciális kérdések, amelyeket érdemes külön-külön megtárgyalni. Péntek megújult rendőr főkapitánsági épületnek örülhetünk, gyönyörű szép lett ez a patinás épület együttes. Illés alpolgármester úr képviselte a városunkat, Megyei Jogú Város Szövetségének ülésén voltam, úgyhogy nem tudtam részt venni. És való igaz, visszakerült Rumi Rajki István kompozíciója, illetve kompozíciói az épület homlokára egy Európai Uniós pályázattal a homlokzatot megújították, de hát ebben nem fért bele az ott lévő műalkotásoknak a megújítása, úgyhogy a város segítségét kérték és kapták ehhez. Erre a beszélgetésre polgármester úr egy-két napos konferenciáról érkezett ide, mondhatnám azt is, hogy a szomszédból, Izom 60 a címe ennek a konferenciának. 60 esztendővel ezelőtt fedezték föl játszó gyerekek, többek között Básti Tamás képviselőtársam mesélte el a történetet. Ugye találtak, mit tudom én, játéklövészárok ásás közben egy nagykövet, és nem tudtak vele mit kezdeni. Aztán hívtak segítséget, és hát a felnőtt segítség látta, hogy ez valami szépen faragott kő, és hát akkor derült ki, hogy ez az ókori, akkor nem tudták minek, hát az Izomnak a maradványa kiderült, onnan indult ugye, Szentléleki Tihamér vette kézbe aztán az ásatást, és kiderült, hogy ez az ókori világ harmadik legnagyobb ízeumának a darabja és részlete. Ezen a mostani konferencián, amely a 60. évfordulóra, a felfedezés 60. évfordulójára datálódott, jó néhány külföldi ízeumokkal foglalkozó tudós mellett az a Mezős Tamás is részt vett, aki a mostani ízeumunkat megálmodta. Értékes külön számmal jelentkezett a Vasi Szemle.
Vasi Szemle külön számú Mindszentei Józsefről szól, Mindszentiről, mint hazafiról, mint főpapról jó néhány írás szól. Azt azért tudni kell még, hogy ez a Vasi Szemle, ez talán Magyarország legrégebbi ilyen kulturális irodalmi folyóirata, főleg, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy ez 1933 óta jelenik meg, hát 45 és 58 között ugye volt egy ilyen kényszerszünet, de azóta folyamatosan megjelenik, most is évente 6 alkalommal, és hát lehet, hogy nem Magyarország, hanem a magyar vidéknek a legrégebbi ilyen kiadványa. Egész biztos, hogy nagyon sok szombathelyi érdeklődésével találkozik majd Kósa Lajos előadása, amelynek Vigyük meg az országot a címe, egy lakossági fórumról van szó a Szamária moziban. Kósa Lajos frakcióvezető úr a migráns kérdésről tart egy előadást. Igen, mindannyiunknak az a feladatunk, hogy védjük meg Európát, védjük meg az országot. Elérkeztünk a hétvégéhez. A Szavária táncverseny országos világhírű esemény, mely immár 50. alkalommal kerül megrendezésre. 50 éve repíti messzire Szombathely hírét. Ez egy olyan táncverseny, amely tényleg világra szóló esemény, és büszkék vagyunk arra, hogy az 50. Szavária táncversenyt azt a megújult sportházban rendezhetjük meg. Hogy milyen gyorsan szalad egy év, azt talán annál az eseménynél tapasztaljuk, amely advent első vasárnapján egy közös ünnepet jelent a számunkra a főtéren, az első gyertya meggyújtását. Advent a várakozás ideje, várjuk, hogy kigyulladjon a fény. Az is szokás, hogy ilyenkor a főtéren az adventi gyertyákat is meggyújtjuk, és a hétvégén kerül sor, a holnapi nap kerül sor az első gyertya meggyújtására is. Ilyenkor mindenki várakozik, mindenki magába száll, és mindenki várja a kis Jézus érkezését. Várja azt, hogy karácsony legyen, várja azt, hogy jöjjön el a szeretet ünnepe. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Kedves nézőink, itt a stúdióban folytatjuk a következő témánkkal. A főjegyzői kollégium tevékenységéről fogunk beszélgetni. Szombathelyen ülésezett pár nappal ezelőtt a megyei főjegyzők alkotta főjegyzői kollégium. Az ülés egyik központi témája vagy kiemelt témája volt az integrált területi programok végrehajtása, de szóba kerültek aktuális megyei önkormányzatokat érintő kérdések is, hogy pontosan mik. Ezt most meg fogjuk tudni a Vas megyei önkormányzat jegyzőjétől, Balázsi Pétertől. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. No, kik alkotják egyáltalán a főjegyzői kollégiumot, mit is jelent ez pontosan, és mi a szerveződés célja? A főjegyzői kollégium a megyei jegyzők, főjegyzők által alkotott testület. A megyei önkormányzatok országos szövetségének a munkaszervezete. Gyakorlatilag 25 éve működik a testület. Most volt első alkalom, ha minden igaz, Vas megyében. Elmúlt 20 évben mindenképpen az első alkalom, hogy Vas megyén ültek össze. Az volt a célom, hogy miután ugye egy éve neveztek ki a Vas megyei önkormányzati hivatalnak a vezetőjének, egy év után úgy gondoltam, hogy ideje, hogy Szombathelyre vendégül hívjam a jegyzőket, főjegyzőket, és a kollégium elnökkel Kovács János Borsod megye főjegyzője elfogadta a meghívást. A szerdai napon ült össze a testület, amit szerkesztő úr is mondta, aktuális témák, integrált területi program, megyei paktumok, ugye, fejlesztési ügynökségek, a megyei projektmenedzsment kérdés, tehát hogy a megyei önkormányzatok milyen módon tudnak belefolyni a következő időszaknak a végrehajtást érintő kérdéseibe, ugye a megyei dedikált források projektek esetében.
Azon túl, hogy időközönként, nem tudom, ez évente van egy-egy ilyen ülés, vagy kisebb időközönként? Hát fél évente, negyed évente, amikor egyébként a szükséges. Szóval, ezen túl, hogy néha találkoznak a főjegyzői kollégium tagjai évközben is, tehát ténylegesen tudják egymást segíteni, egymás munkáját, tehát egy folyamatos kommunikációt kell elképzelni. Ez volt az a szerveződés célja, és ez az éves cél is mindig, hogy megbeszéljenek aktuális problémákat, vagy akár közösen gondolkodjanak problémák megoldásában? Abszolút igen, tehát a formális találkozásokon túl rengeteg informális, amikor nyilván nem 20 fő, 19 fő ül össze, hanem mondjuk egy-egy szomszédos megye vagy, akivel az ember jobb viszonyba került, tehát így költségvetést érintő aktuális kérdések, vagy akár ugye ezek a topos kérdések, amik most aktuálisak, de az ember mindig kikéri a kollégák véleményét. Beszéljünk akkor az ITP-ről, azt hiszem ez a legfontosabb, amit tudni kell. Milyen szerepe van a megyei önkormányzatnak az ITP végrehajtásában? Hát, hogy milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lehet, ugye? Vagy lehet. Igen, most értünk abba a fázisba, hogy hamarosan meg fognak jelenni, ha minden igaz, az első felhívások, az első pályázati felhívások. Ugye a klasszikus a helyzet, hogy a mondás szokták mondani, hogy mikor jönnek meg a felhívások, mindig 2 hónap múlva. Na most már talán ezen a időszakon túl vagyunk, de én abban bízom, hogy december közepén ezek meg fognak jelenni. Az az ígéret van a kormánytól, hogy mintegy 700 milliárd forintnyi forrás lesz országosan kiírva, megyei topos forrás, ugye a különböző megyékben, illetve a megyei jogúvárosokban is. Hogy képzeljük el, azért kicsit konkretizáljuk, mire várható pénz, illetve milyen fejlesztéseket lehet számítani, vagy számítanak? Ugye a megyei ITP az 5 nagy témában került meghatározásra. Alapvetően ugye a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó témákban, illetőleg más ide kapcsolódó dolgok, tehát ipari parkok, inkubátorház, kerékpárutak, utak, óvoda, bölcsöde fejlesztés, egészségügyi intézmények fejlesztése, szociális intézmények fejlesztése, energetikai fejlesztések, illetve helyi közösségi programok támogatása. Lényegében ezek a fő témák, illetve ugye a megyei foglalkoztatási paktum, mint a munkaerő aktivitást elősegítő paktum. Ezek a fő témák, ezen belül vannak leágazások. Most várhatóan ezek közül fog jó pár megjelenni december közepén. És ami a kollégiumnak a fő kérdése volt, az, hogy a megyének milyen szerepe lehet ebben, ugye a programozás, az a megye feladata volt, megyei közgyűlés, a megyei közgyűlés hivatal látta ezt az előkészítő munkát, ugye a kormány illetékes minisztériumnak megküldtünk, többkörös tárgyalások során kialakult egy álláspont, ami, hát úgy mondhatjuk, hogy közös álláspont, de mindig talán kicsit közel volt a kormányzati szándékhoz, mint a megyei célokhoz. Vas megyében abban a speciális helyzetben vagyunk, bár van jó pár ilyen társunk, mint Zala vagy Somogy, hogy sok apró falvas településsel rendelkezünk, és az országos szemüveg az nem mindig teljesen ezt igyekszik figyelembe venni, de hát próbáltuk kihozni a maximumot ebből. A megyei önkormányzatok szerepet vállalnak, és milyen szerepet a foglalkoztatási együttműködésben? Hát a foglalkoztatási együttműködés kereteinek kialakítása az a megyei önkormányzat feladata lesz. Uh-huh. Akik ebben fontos partnereink lesznek, ugye az a megyei kormányhivatalok, illetve a kormányhivatalnak a foglalkoztatási főosztálya. És ha már partnerség, akkor ugye a megyében 2 paktum lesz, a megyei jogúváros és a megye paktuma. Mind a 2 szervezetnek a kormányhivatallal kell együttműködnie. Fontos törekvésünk az, hogy a várossal együttműködve tudjuk kialakítani a paktumnak a tartalmát. Amiatt is, hogy azért hasonló témákkal vagy problémákkal küzdünk, ugye a munkaerőhiány, a nagy cégei a városnak, illetőleg ugye a Szentgotthárnak, akik mondjuk járműipari központból tömörülnek, de mások is alapvetően ugyanabból a közegből tudnak munkaerőt szerezni egymás számára, vagy saját maguk számára, tehát nem a város határain állnak meg a munkaerő mozgások, ez egy közös probléma. Ugye a paktumnak voltak előzménye az előző ciklusban is, azok inkább kisebb léptékű paktumok voltak, kőszegi, szentgotthárdi paktumok, ahol néhány 10 fő, esetleg majdnem 100 fő foglalkoztatása történt meg a paktum forrásain keresztül. A kormányhivatal szerepe az főként a támogatás kifizetése lesz, tehát a pénzkezelése. Úgy kell elképzelni, hogy nagyjából a város esetében kicsit több, mint 1 milliárd forint, a megye esetében mintegy 1,4 milliárd forint áll rendelkezésre, de ennek nagy része, mintegy 80%-a az a foglalkoztatási támogatás lesz. A maradék 20% a terveink szerint ez a megállapodás a kormányzattal, az pedig magának a paktumrendszernek a kereteinek kidolgozása, a menedzsment, különböző helyi gazdaságfejlesztési szempontok, tehát hogy így, amilyen szoftosabb, ami azt teszi lehetővé, hogy mondjuk milyen térségben, milyen cégek,
között kell, milyen cégekkel kell megállapodni, milyen típusú munkaerő, milyen képzés, tehát hogy ilyen típusú dolgokra lehet. A fejlesztési ügynökségekről is ejtsünk szót. Mi lesz a feladata a regionális fejlesztési ügynökségeknek? Hát ezek az ügynökségek meg fognak szűnni. A kormány döntése alapján az ügynökségek közreműködői feladatát a magyar... Nevében vagy formai, ténylegesen teljesen. Is? Teljesen. Nem arról az, hogy átalakulás, vagy egy más néven? A magyar államkincstár fogja ellátni ezt a munkát. Uh-huh. Ugye az ügynökségekről azt tudni kell, hogy megyei tulajdonban működtek, régió szinten szerveződtek, ugye ezek még a mai kormányzati ciklus, tehát a 2010 óta tartó időszakkal szemben nem megyei, hanem még régiós elven jöttek létre, és fenn is maradtak ezek. Ezeknek a megszüntetéséről döntenek, vagy döntöttek minden megyében, vagy minden... Januártól, vagy hát, korábban? A csoportos létszám leépítés az megtörtént, és a kormányzattól van ígéret arra, hogy az év első 3 hónapjában szükséges feladatok ellátására még érkezik támogatás az ügynökségre, és ezt a szükséges létszámmal fogja ellátni az ügynökség. De egyébként már a kincstár számára átadásra kerülnek ezek a feladatok az új ciklusban. A kincstárnál egyébként történt létszámfejlesztés, és folyamatos is a létszám bővítés, amennyire mi erről értesültünk. Egyébként az új szerepet jelzi, hogy a december 9-i napon lesz már egy közös tájékoztató nap, amit a megyei önkormányzat már az államkincstárral és a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen fog szervezni a Tóvendéglőben a megye polgármesterei hivatalvezetői számára. Az előbb beszéltünk arról, hogy pályázatok fognak megjelenni, illetve anyagi források érkezhetnek különböző fejlesztési területekre. Mégis egy pár mondatban itt a beszélgetésünk végén, hogyan állnak a megyei önkormányzatok, vagy konkrétan a Vas megye anyagilag? Ez egy jó kérdés. Hogy lehet állni, ez egy ilyen relatív kérdés. A korábbi időszakhoz képest a megyei önkormányzatok lényegesen kevesebb forrásból gazdálkodnak, míg mondjuk, amíg intézmény fenntartó szerepet látott a megye, addig nagyságrendekkel több költségvetési forrás volt. Viszont ugye az a kötött források voltak, tehát az intézmény fenntartó szerep az látszólag több pénzt jelentett, de a pénz nagy része az kötött volt. Ilyen módon a mostani forrásaink ugye a hivatal fenntartásán túl azért adnak lehetőséget arra, hogy a különböző projektekből érkező bevételek, az önkormányzat aktív volt és aktív is kíván lenni az osztrák-magyar, szlovén-magyar pályázatoknál. Szóval az ezekből érkező bevételekkel azért volt mozgástere az önkormányzatnak különböző célokat támogatni. Szerintem sokan tudják a megyében, hogy viszonylag komoly civil alapot működtet az önkormányzat, ahol a helyi civil szervezetek adhatnak be pályázatot, ezek ilyen kis léptékű projektek, de azért a helyi közösségek életében hát komoly segítséget jelenthet egy-egy ilyen támogatás. Ha meg relatív értelemben akarjuk, akkor más megyeikkel összehasonlítva egyébként mindig is jobban gazdálkodott a Vas megyei önkormányzat a konszolidációt megelőzően is. Mondhatjuk azt, hogy a Vas megyei önkormányzat vesztese a konszolidációnak, mert sokkal jelentősebb vagyont vesztett, mint amennyi adósságot átvállalt a kormány. És egyébként meg a mostani ciklusban is én azt gondolom, hogy kollégákkal beszélgetve egy stabil, takarékos gazdálkodás folytat az önkormányzat. Tehát hogy én azt gondolom, hogy jól gazdálkodik, és a helyzethez képest jó anyagi körülmények között működik. Akkor azért lehet számítani arra, hogy könnyen megvalósulhatnak azok a fejlesztések, amiket akár ön is, vagy az önkormányzat titkon remél, illetve szeretne megvalósítani a közeljövőben, akár ezekkel a támogatásokkal, illetve kiegészítve a saját anyagi forrásainál. Annyi időnk még van, hogyha arra kérhetem, hogy mondjuk az első 3-at, ami legfontosabb terület lenne, amit mindenképpen alakítani, fejleszteni kellene, akkor mit mondan erre? Mert a megyei topos források között... Így van, tehát hogy mire kellene fordítani az integrált területi programok keretén belül a munkaerő rendezését, ezt az előbb említettem, mik azok a területek, illetve a megyének mely területeire kellene koncentrálni elsősorban? Hát én azt gondolom, hogy a megyei topos forrásokon túl az lenne a legfontosabb, hogy minél több ágazati forrást tudjunk hozni, vidékfejlesztési programból, gazdaságfejlesztési programból, integrált közlekedési operatív programból, tehát az első, hogy minél több forrás legyen topon túl. Igen. Ez egy fontos cél. Én azt gondolom, hogy az eltervezett közlekedési fejlesztéseket be kell fejezni, mármint olyan szinten is, hogy a nagy fővonalakon túl a járások elérhetőségét javító ilyen kisléptékű fejlesztések, egy-egy települést összekötő utak állapota az elég szomorú képet mutat még több helyen a megyében. Tehát a mellékutakra gondoljuk itt, vagy akár kerékpárutak. A kerékpárút az egy fontos cél a megye számára, mind turisztikai, mind a hivatásforgalmú. Igen. A harmadik cél még azt gondolnám, hogy ha megyei önkormányzat, akkor a vidéki iskolák, óvodák, intézmények helyzetén lehetne javítani, hogy minél többen tudjanak vidéken megmaradni. Tehát a vidéki alapinfrastruktúra fejlesztése az egy fontos dolog. Tehát minden több vidéki település a maga szintjén, tehát a középvárosok tudják betölteni a középvárosi szerepet.
a kis településeken pedig egy komfortos élethez szükséges körülményeket szeretnék megteremteni. Edző, köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtak. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ennyi fért a mai Szombathely Mába. További jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra! A műsorvezetőt öltöztette Jean Store. Minden, ami divat.